már kétszer bontattuk vissza az úgynevezett kopó réteget, ami a legfelsőbb rétege lenne az útnak, azért, mert nem felel meg az elvárásainknak, és itt mondom, hogy vissza fogjuk bontatni harmadszor is, hogyha nem megfelelően készül el. Azért ennél többet szeretnék mondani erről az útépítésről, mert nagyon furcsa megjegyzések hangzanak el a városba. Vannak, akik jó indulattal közelítik meg, és próbálják megérteni, vagy legalább a szabályokat tudomásul venni, de vannak olyan megjegyzések is, amelyek arról tanúskodnak, hogy kifejezetten az a cél a megjegyzésekkel, hogy valamilyen módon ártsanak a városnak. Tehát az első, hogy ez egy közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárás törvény és kormányrendelet szabályozza, amitől nem lehet eltérni. A közbeszerzési eljárásnál legalább kettő kritériumot kell kiírni akkor, amikor a közbeszerzést kiírjuk. Az egyik lehet az ár, ez 70%-a lehet az összértékelési pontnak. A másik pedig mondjuk lehet egy olyan, hogy kivállal többleti jótállási határidőt. Az alap jótállási határidő vagy szavatossági határidő az 3 év. Mi azt mondtuk, hogy vállaljanak legalább 5 évet, azért adunk még plusz 30% pontot. Amikor megtörtént a közbeszerzés kiírása, és bejöttek a pályázatok, összesen egy pályázó, az, aki ma is dolgozik, az vállalta mind azt az árat, amit mi bejelentettünk, mind pedig ezt a többletvállalási határidőt, tehát másnak a munkát nem lehetett odaadni. Megjegyzem, hogy korábban volt erre lehetőség, hogy az önkormányzat helyi vállalkozásokat előnybe részesítsen, azonban a hatályos törvények ezt teljes egészében kizárják. Ként, ha valaki ezt áttekinti, bejön a hivatalba, megnézi, hogy milyen útépítések voltak az elmúlt időben, akkor látja is, hogy időben egyértelműen helyi vállalkozások szerepeltek, éppen ezért, mert többlet pontot kaphattak azért, hogy helyiek. Ma ilyen már nincs. Tehát ennek megfelelően kellett nekünk munkaterületet adni ennek a vállalkozásnak, bár hozzáteszem, hogy a korábbi években dolgoztak a városba, felújítottak utakat, Kisaltábornagy, Dózsa, lehetne még sorolni, amelyekkel különösebb probléma nem volt, és ahogy az előbb a szerkesztő is említette, a kezdetekbe, tehát addig, amíg visszabontani kellett, amíg a szegélyeket kellett lerakni, amíg az első 4-5 centi, ami az alap, azt kellett lerakni, addig a munka hogy nagyjából normálisan is folyt. Ezt követően történt az, részben én azt gondolom, mert rossz időjárási viszonyok között rakták le, az is lehet, hogy kihűlt az aszfalt, az is lehet, hogy rossz minőségűt hoztak, fogalmam sincs, hogy mi volt az oka. Egyet tudok, hogy rossz volt a munka, ennek megfelelően az önkormányzat ezt nem veszi át, az önkormányzat dolgozói minden alkalommal közölték, hogy nem. Azt is hozzá kell tenni, hogy ha nem jelenti készre a vállalkozó, akkor akár május 27-ig a legelső lerakott állapot ma is ott lenne, de mivel készre jelentette, ezért volt lehetőségünk arra, hogy azt mondjuk, hogy nem vesszük át, nem fizetünk. Majd a második alkalommal ugyanez, nem vesszük át, nem fizetünk. Hát most tartunk ott, hogy 27-ig van idejük arra, hogy harmadik alkalommal is nekirugaszkodjanak és megfelelően megcsinálják. Én azt gondolom, az lenne a helyes, mivel az a csapat, akikkel dolgoztak, ez nem tudta teljesíteni, hogyha egy új alvállalkozót hoznának, akibe megbízhatunk olyan szempontból, hogy ezt minőségbe meg tudja építeni, és onnantól fogva akkor van mód a kifizetésre. Tehát azt nagyon határozottan szeretném leszögetni, hogy a városi önkormányzat a 28 millió 400 ezer forintos vállalási árnál egy fillérrel többet nem fog fizetni. Elnézést kérünk minden ott lakótól, a vállalkozók nevébe is. Valóban egy-két alkalommal dolgoztak éjszaka is, de azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor igyekeztek azért abban partnerek lenni, hogy a ki- és beközlekedés az biztosított legyen. Igazán akkor nem lehetett, amikor magában ténylegesen az aszfaltozás folyt, bár azt is hozzá kell tenni, hogy talán két alkalommal is hajtottak be aszfaltozás alatt, nem útlakók, hanem pusztán átutazók a területre, amiatt aztán újra kellett kezdeni a munkát, tehát sajnos ilyen is volt, de ezt a kivitelezőt nem menti arról, hogy a munka nem megfelelő. Az ott lakóktól még egyszer elnézést kérek, az önkormányzat nevében, magam nevében is valóban sok kényelmetlenséget okoztunk, de nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy rossz munkát Marcali város önkormányzata nem vesz át.
piactéren, szombat éjszaka, igazából nem is tudom, aszfaltozásra került egy réteg. Ennek mi lehetett az oka? Ugye többen azt mondták, hogy megmaradt, és hogy valahol az éjszaka folyamán ezt el kellett tőlekik valahogyan kenni. Ezt kérte a város, vagy pedig ennek mi lesz majd a sorsa? A város ilyet nem kért. Ennek az lett az eredménye, hogy ma kellett volna eredményt hirdetnünk, hiszen a piac térnek is meghirdettük a teljes aszfaltozását, ami el fog készülni, és tekintettel arra, hogy a vállalkozó leterítette ezt az aszfalt réteget, ezért a Városi Önkormányzat vagy a pénzügyi bizottsága, mert hiszen a pénzügyi bizottság jár el minden esetben a pályázat odaítéléséről is ők döntenek, hozzá kell tenni, hogy ugye egy hozott anyagból dolgoznak, mert ugye készül egy szakmai előterjesztés, ami a közbeszerzési törvényen alap, és erről kell aztán dönteni a bizottságnak, mind akkor, amikor a pályázat kiírása megtörténik, mind akkor, amikor maga a döntés megszületik. Tehát éppen ezért ma a pénzügyi bizottság olyan döntést hozott egyhangú szavazással, hogy érvénytelennek nyilvánítja ezt a pályázati kiírást, így a vállalkozónak sincs esélye arra, hogy ott ő nyerhessen, hiszen megváltoztak azok a műszaki körülmények azzal, hogy leterítették ezt a, nem is tudom, talán 1-2000 négyzetméternyi területet, ezzel megváltoztak a műszaki feltételek, ami ahhoz képest, mint amikor a kiírás megtörtént, tehát innentől fogva nem lehet megfelelő döntést hozni, vagy nem lehet a közbeszéd törvény szerinti szabályos döntést hozni, hiszen ma már mások a piac térnek a műszaki paraméterei, mint akkor, amikor a kiírás történt, és akkor, amikor egy-egy pályázó benyújtotta rá azt a pályázati javaslatát, amivel megpróbálta a munkát elnyerni. Tehát azt mondom rá, hogy így járta a vállalkozó, végzett egy fölösleges munkát, azt még eldöntjük, hogy felmaradjuk velük, vagy az új kiírásnál szerepelni fog az, hogy most ebben a formában néz ki a piactér, és erre kell új megfelelő aszfaltréteget húzni. Ez műszaki kérdés, műszaki kollégák el fogják dönteni. Mikor készül el a piactér? Hát a piactér elkészültem, most azt jelenti, hogy most újra ki kell írni a pályázatot, ennek kell legalább egy kéthetes felhívási időnek lenni, ezt követően legalább egy hét a bírálat, azt követően legalább egy hét, 10 nap a szerződéskötési moratórium, ugye meg lehet támadni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy őt méltánytalanságért, tehát azzal szemben, hogy mondjuk kezdődhetett volna a piactér felújítása akár a jövő hét végén, ezzel szemben körülbelül egy hónap múlva kezdődhetett.